A Csallóközi Múzeum idei utolsó képzőművészeti kiállítását december 8-án csütörtökön 17 órakor nyitják meg a Kulturális Intézmény kiállítási csarnokában. Az érdeklődők ezúttal a nyugat-szlovákiai képzőművészek edletének Szalon 2016 más táj című tárlatát tekinthetik meg. A kiállítás 2017. január 14-éig látogatható. A 2016-17-es színházi évad során ezúttal a Kassai Thália Színház vendég szerepel Dunaszerdahelyen. A társulat Carlo Goldoni Mirandolina te drága című végjátékát mutatja be. A darab a magyar átiratnak köszönhetően még pergősebb és fordulatosabb lett, a szöveget pedig fülbemászó dallamokkal dúsították. Az előadás december 8-án csütörtökön 19 órakor kezdődik a Városi Művelődési Központban. A Dac labdarúgó csapata december 10-én szombaton idei utolsó mérkőzését játsza. A sárga-kékek az aranyos marótiakat fogadják, akikkel szeptemberben vendégként egy-egyes döntetlent játszottak. 17 forduló után a dunaszerdahelyiek a 9., míg az aranyos marótiak a 11. helyen állnak. A Fortuna Liga 19. fordulója mérkőzésének kezdési időpontja 17 óra, helyszíne a Dac Aréna. December 10-én szombaton a néptánc viszi a prímet a Csapár Benedek Városi Művelődési Központban. A kulturális intézményben a közönség a Csallóközi gálát láthatja, amelynek fókuszában a Csallóközi táncegyüttes áll majd. A dunaszerdahelyi csoport vendégeként a Soproni Pendelyes Táncegyüttes is fellép a rendezvényen, amely 18 óra 30 perckor kezdődik. Az adventi hangulathoz az elmúlt évekhez hasonlóan a gospel zene is hozzájárul. December 13-án kedden 19 órától ugyanis a The Golden Voices of Gospel ad koncertet a Református templomban. A New Yorki formáció európai karácsonyi koncertkörútja részeként lép fel városunkban. Az együttes tagjai a spiritualitás világába kalauzolják el a nézőket.